Sziasztok! Ma fog megérkezni az Ádellány csomagom, és már nagyon várom, hogy mikor jön, de még nem történt semmi, úgyhogy még várok. Bármelyik percben itt lehet. Igen. Szerinted mikor jön a csomag? Nem tudom, de szólok, hogyha előbb látom az autót, mint te. Rendben. De ne felejtsd el! Gyere! Megjött a csomagom! Nos, mivel az előbb ti is láttátok, hogy megérkezett a csomagom, nézzük meg, hogy mi van benne, e már engem is nagyon érdekel. Minden be van buborékfóliázva. Akkor kezdjük is a kicsomagolást. Az első buborékfólia. Ezt imádom. Nos, először is egy szempilla spirál. És ugye rajta van, hogy Adam Cosmetics. Kaptam egy ilyen csillogós szájfényt. Egy fekete szemhéjtus. Kíváncsi vagyok az ecsetére, hogy ilyen gumis, vagy az a szálas. Ah, gumis, ilyen gumis ecsete van, aminek most nagyon örülök, mert ilyen tusom még nincs. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz vele dolgozni. Azt látom rajta, hogy vízálló, úgyhogy ez még külön jó nekem. Jipp! Erről a rózsáról hallottam már az Ádennek, ez egy folyékony rúzs, és nagyon tetszik az árnyalat, amit küldtek. És ilyen egészen szájfény formátumban található, ahogy látjátok. Aztán látok még itt egy szemöldök ceruzát, igen, szemöldök ceruza, és szerintem egész jól el is találták a szemöldök színemet, úgyhogy szerintem ezt egyébként is nagyon sokat fogom használni. A végén pedig van egy ilyen kis kefe, amivel még át tudjátok így fésülni a szemöldökötöket, úgyhogy ez nagyon-nagyon tetszik. Van itt még egy egyszerű fekete szemceruza. Ez különösen jó most, mert az előző szemceruzámat elhagytam valahol. Nem is értem. Valahol így felszívódott a szobába. Ezzel kiürült az első zacsi. Ebben egy mono szemhéjpúder található, amiben három különböző szín van. Ez gyönyörű. Nem ismerek belenyúlni, annyira szép. És wet and dry, tehát nedvesen is lehet használni ezt a szemhéjpúdert. És még az illata is jó. Azt egy bronzosító, pirosító szerűség. Szerintem szemhéjpúdernek is teljesen megfelel. Nagyon szép színe van, ilyen márványos kicsit. Buborékfólia! Ez egy alapozó lesz, ha minden igaz. És minden igaz, úgyhogy alapozó. Ilyen kis tök aranyos pumpás adagolója van. Erre kíváncsi leszek, hogy illeszkedik-e majd a bőrszínemhez, de egész közel áll hozzá. Szerintem jó lesz. Még egy szemhéjpúder. Ez egy nagyon szép ilyen óceánkék szín. Ez pedig egy pirosító. Boldog szülinapot nekem! Egy mélyebb kék szín. Pigmentáltságukra nagyon kíváncsi vagyok, hogy mégis hogy működnek ezek szemen, meg arcon, szájon. Egy jó kis fekete szemhéjpúder. Az van ráírva, hogy krémes szemhéjpúder, úgyhogy... Az utolsó előtti szemhéjpúder egy ezüst szín. És az utolsó. Ez pedig egy lila. Ez egy púder, amihez van egy kis szivacs is. Púder szivacs. Talán egy icipicit sötét, vagy nem? Nem tudom, majd kipróbáljuk. És az utolsó kis csomag, és ezzel ki is ürült. Korrektor. Ez viszont biztos, hogy jó lesz az én bőrszínemhez.
Egyébként meg kell, hogy jegyezzem, nagyon szépen csomagolnak. Egy rúzs. A legutolsó termék szintén egy rúzs. Wow! Ennek pedig nagyon-nagyon erős színe van. Végére is értünk a termékeknek. Hogyha szeretnétek swatchokat látni a termékekből, akkor majd a blogra teszek ki képeket, hogyha szeretnétek. Nagyon köszönöm az Eden Cosmeticsnek, hogy elküldték nekem ezt a csomagot, és már alig várom, hogy elkészíthessek belőle egy sminket. Találkozunk a következő videóban. Sziasztok!